Egyedülálló lehetőséget kínál az EON azoknak a fiataloknak, akik műszaki pályán tanulnak. Hétfő délelőtt átadták a vállalat modern tanműhelyét. Ez kifejezetten a valós napi gyakorlati kihívásokra felkészítő tematikával fogadja a duális képzés keretében a diákokat. Egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk a nyíregyházi üzemünk történetében, amire készülünk már legalább 3 éve, de lehet, hogy többet is kellene mondanom, hiszen valamikor régen is volt itt az üzem területén szakmunkás képzés, és létezett egy tanműhely. Ez már nem ugyanaz, ez egy teljesen megújult és nulláról felépített, nagyon modern tanműhelyünk. A középszintű képzésben résztvevő villanyszerelő tanulók minden második hetüket az EON tanműhelyében töltik majd, ahol főállású szakoktató mentorálja a fiatalokat. A 2 éves program végén a résztvevők jó eséllyel pályázhatnak a vállalatnál hosszú távú karrier lehetőséget biztosító munkakörökre. Mindig azt hallják tőlem, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum helyi munkaerőpiaci igényeket kívánja kiszolgálni, és hogy a minőségi szakképzés az nem működhet a gazdaság szereplőivel való együttműködés nélkül. Erre ez egy ragyogó példa. Nagyon örülünk, itt elhangzott már az igazgató azt, hogy mondta, hogy van ennek múltja. Nagyon régóta képez villanyszerelőket a Serényi vagy az egykori 107-es, és valóban sokan emlékszünk még arra a titáztam műhelyre, ahol ennek az elődje működött. Éppen ezért nagyon örültünk annak, hogy újra lehetőség van együttműködni az EON-nal, és hogy a duális képzésnek egy nagyon színvonalas szintere lehet ez a tanműhely. A nyíregyházi tanműhelyben 2 oktatótermet alakítottak ki, az itt található eszközöket pedig maguk az EON szakemberei készítették. Nagyon fontos és azt gondolom példaértékű ez a program, több szempontból is. Egyrészt ugye a duális képzésről nagyon sokat hallottunk az elmúlt években, most láthatóvá, kézzelfoghatóvá válik, és ennek a hasznai is remélem. Másrészt, ugye szoktuk mondani, hogy felgyorsult korban élünk, nagyon változott a világ, hölgyeim és uraim, az utóbbi 10 évben. 10 évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szakmunkások nincsenek megbecsülve, elismerve, most pedig arról beszélünk, hogy munkaerő hiány van. Az energiavállalat az országban már számos városban, például Debrecenben, Győrben és Veszprémben is szerelt fel és működtet a duális képzés gyakorlati szinterét biztosító tanműhelyeket.